Hello, hello, szia, csodaszép napot! Ma 2021. augusztus 28-án, ma egy ilyen fantasztikus nap van, 08:28, és a piac ugye tegnap kizöldült, és a Bitcoin ismételte azt a mintát, amit már harmadszor, negyedszerre ismételt, ezt fogjuk most megnézni, és nagy bizakodással megyünk a hétvégébe, hogy hét elején 51 ezret el tudjuk-e érni, le tudja győzni ezt az ellenállást a Bitcoin, avagy még töltünk egy kis időt 51 ezer alatt. Én Denkler Miklós vagyok, minden nap elhozom neked a legfrissebb kriptó híreket, technikai elemzéseket, altcoin gemeket, DeFi, NFT nyalánkságokat és minden mást, amivel tudod magad okítani ebben a fantasztikus iparágban. Képernyő megosztás indul, és nézzük, hogy hogy is állunk. Látjuk ugye napos csárton Bitcoin mozgását, tudjuk azt ugye, hogy a nagy Wyckoff disztribúció után, nagy zuhanás után volt egy lefele tartó ékalakzatunk, ami ugye medvés piacon sokszor tör ki lefelé, viszont alapban egy bullish mozgás szokott hozni, hozta is ezt a bullish mozgást. Frankó megcsinálta itt a Bitcoin az első alacsonyabb aljat, vagy bocsánat, első magasabb aljat, az első higher low-t, és ugye itt van egy újabb higher high, és utána még csinált párat. Ami érdekesség, tegnapi napot egy úgynevezett engulfing mintával zártuk, egy bullish engulfingot láthatunk itt a csárton, ezzel fejeztük be a napot, ez ugye bullish szignált ad, viszont jön a hétvége, amit ugye nem tekinthetünk nagyon relevánsnak, főleg nagy szintek áttörésén, úgyhogy a jelenlegi 51 ezer horizontális ellenállást és korábbi ellenállást, ahol lefordult, ugye látjuk, hogy többször volt ezen a szinten érintve a Bitcoin ára, itt ugye lefele fogta meg, itt áttörte, utána ellenállás volt, itt is eltöltöttünk egy kis időt, illetve itt is, úgyhogy ez az 51 ezer nekem egy komolyabb szintnek tűnik, meglátjuk, hogy most így hétvégén megfelelően rá tudunk-e készülni, minden esetre ez a bullish engulfing, ez pont jókor jött. Lefelé ugye támasz szintek a 44 ezer szint, ugye ez nagyon fontos, itt ugye tartózkodott az ár, megtámasztotta a Bitcoin, ez a második komolyabb higher low, azaz magasabb alj, úgyhogy ez mindenképpen egy fontos támasz, egyébként alatta ugye a 41 ezer, illetve ez a 42.005, illetve a 41 ezer, 38 ezer támasz szintek, viszont nézzük ezt a dolgot, amit már ugye 4 órás csárton sokkal jobban látunk, és ehhez segítségül hívom a dátumot is, hogy nézzük. Ugye itt ez egy úgynevezett bull flag, ugye lefele tart a zászló, ez általában bull flag, azaz fölfele tör ki, és ugye mozgunk benne ebben az ég alakzatban, ebben a csatornában, a csatorna tetéről elindulunk a csatorna aljára, és közben ugye a kisebb csatornában oda-vissza mozog. Látjuk, hogy ez elindul augusztus 1-2 tájékában, augusztus 2-a hétfő, elindul egy lejtmenet, egész héten megyünk lefele-lefele, amikor ez megfordul augusztus 4, de igazából inkább augusztus 5-én fordul meg, szóval csütörtökön fordul meg a lejtmenet, és 5-e, 6-a, 7-e, ez főleg ugye mostanában mindig hétvégére estek ezek a kis pumpok, szépen fölmegyünk, egészen augusztus 9-éig emelkedünk, nem is keveset, mindjárt megmondom, hogy mennyit. Valójában fölmentünk egy 23%-ot röpke, mondjuk ilyen 3-4 nap alatt. Úgyhogy ezt művelt ez a bull flag. Majd ugye itt nem rajzolódott ki egy újabb bull flag, de elindult egy lefele csorgás ugye augusztus 9-én már, lejöttünk egészen augusztus 12-ig, menjünk vissza a dátumra, hogy 9-e, 12-e mikor volt, 9-e hétfő volt, megint hétfőn elindult a lejtmenet, csütörtökön elindult a fölfele menetel, és ugye hétfőn, illetve augusztus 14-e, az mindjárt meglátjuk milyen nap, illetve már 13-a, 14-én elindultunk augusztus 14. Hát itt valójában mondjuk ilyen 16-a körül indultunk el igazából lefele, de már lehet, hogy a hétvégét is belevetjük, szóval megint egy újabb hét, megint elindulunk lefele, jövünk egészen lefele augusztus 19-éig, az ugye 19-e múlt csütörtök volt, majd megint látunk egy szép fölfele menetelt, ami ugye egészen hétfőig tartott, nézzük, hogy ez mit hozott nekünk.
ez egy 16%-os fölfele menetelt hozott ez a bull flag, és ugye beléptünk a következő bull flagünkbe, valójában a harmadikba, de ugye ha lefele meneteket nézem, akkor ugye itt is volt egy lefele menet, hogy hét elején elindult lefele, és mentünk lefele, hétvégén elindultunk fölfele, de ez nem volt annyira szignifikáns mozgás, nem jött le a nagy csatornánknak az aljára. Itt ugye lejöttünk, és tegnap mindenki izgult, hogy úristen, kilépünk ebből a csatornából, ugye volt, hogy ez az egynapos gyertya, ugye itt már kívül is zárt, aztán ugye a kívül is nyitott, viszont a tegnapi gyertyánk visszajött, ugye ez volt a nagy izgalom, tegnap volt egy trading képzésünk, ahol ugye azt néztük, hogy ennek a csatornának ugye hol van a széle, mondjuk a 48.400, ami ugye egy széle, hogy azon belül zárjunk, mert egyébként akkor ez egy medvés mintát hozhat, persze még benne vagyunk ebben a bull flagben, szóval még attól én annyira nem izgulnék, akkor lenne nagy gáz, hogyha a bull flag lefele törne ki, akkor kezdenék el izgulni, mondjuk ez a 46-45.500-öt lefele átvinni. Amíg még a bull flagben vagyunk, de hiába kijött a fő csatornából, én feltétlenül nem izgulnék, de minden esetre a napos gyertya belül zárt a fő csatornánkba, és megadta ezt a bullish engulfingot, ami ugye egy bullish minta, és ugye ha ez a kitörés itt megerősítésre kerül, akkor ugye jöhetünk végezhetjük azt a mozgást, amit ugye itt végeztünk az elmúlt napokban. Ez jó eséllyel átviheti az 51.000 dollárt, ugye, hogyha hasonló mozgásokat végzünk százalékosan, illetve ugye dollárban mérve, akkor ugye innen egy röpke 2000 dollár, 2500 dolláros mozgással át tudná vinni a bitcoin, mivel hétvége van, ugye, és a nagy kereskedők nincsenek nyitva, ezért ugye ez nem szokott annyira valósnak lenni a hétvégi kitörés, szóval hiába vinnénk át, akkor nagy valószínűséggel visszajövünk mondjuk a jövő hét elején. Persze, hogyha ez a bullfleges dolgot folytatjuk, akkor, és ez még ismétlődik negyedik, ötödik alkalommal, akkor jó eséllyel ugye visszajöhetünk, akár a jövő hét elejét is kezdhetjük egy ilyen lefele menettel. Előbb-utóbb ebből a csatornából, ugye most éppen itt meghosszabbítottam, de valamerre majd el kell mozdulnunk, vagy lefele, vagy fölfele. Minden esetre ez a mozgás, hogy megyünk a csatornába, és több ilyen bull flaggel szerintem elég jó struktúrát ad, és megerősíti a bitcoint. Oké, ennyit szerettem volna itt elmondani ebben a videóban. Ugye azért nézzük a bitcoint, ugye sokan kereskedik a bitcoint, akár tőkettel, átvitellel, akár spoton, ugye a leglikvidebb eszköz, a legnagyobb forgalommal, szóval a legjobban kereskedhető eszköz, hogyha ha picit ezeket a nagyon egyszerű csatornamozgások, minták, alakzatokat már úgy vágod, vagy akár frankó ráérzel, hogy mikor, hogyan. Értelemszerűen, ha pirosban veszünk és zöldben eladunk, már az jó, de értelemszerűen mindig ugye drágában adjunk el, mint veszünk. Ha meg sortolunk, akkor ugye például ezeket lehet ugye kihasználni sortolásra, amikor ugye itt fönt vagyunk a csatorna tetején, vagy látjuk kialakulni, hogy elindul egy bull flag mozgás adott esetben, de hogy itt már óvatosabban, itt már nem sortolgatnék bent az ászlók közepén. Oké, szóval azért is nézzük a bitcoin, mert ugye nagyjából a piac még azért ettől függ, a hangulat ettől függ, látjuk, hogy ugye tegnapi nap szépen kizöldült minden, és igaz, hogy egyre több altcoin, főleg az NFT-s, DeFi-os altcoinok elválnak a bitcointól, de azért még mindig a bitcoin a meghatározó, és ugye a nagyok is a bitcoint kereskedik. Ugye nézzünk rá a CME Futures-ra, hogy az hogy áll. Ugye tegnap bezárt a CME Futures, ugye 49.000 fölött zárta, úgyhogy mindenképpen a CME Futures is frankon zárt, viszont ugye most hétvégén nem lesz, majd onnan fog ez tovább indulni, ahol ugye éppen befejezzük. Várhatóan az 51.000-et remélhetőleg jövő héten áttörjük. Köszönöm, hogy itt voltál, feltétlenül nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, még nem tetted meg, nyomd meg a kis harangocskát az összessel, oszd meg a videót barátaiddal, és várlak szeretettel később majd a napi hírekben, addig is csodás szombatot neked, később találkozunk. Szia!